Flamex Film bemutatja a Dupla vagy minden című filmet. Mrs. O'Malley, maga egyre fiatalabb és csinosabb. Joe. Hogy vagy, Joe, fiam? Köszönöm, jól. És maga? Szörnyen. Ugyan, jól néz ki. Hogy van, Szilvi? Remekül, köszönöm. Oszilo. Átadom. Átadol, öreg. Hello, Joe, na, hogy ígyek? Nem paraszkodom. És neked? Mert az élet. Hé, Frank! Van még ma kiszolgálás? Szomjan lehet dögleni. Nincs jobb műsor. Hullákat marcangoló hiénából otthon látok, épp eleget. Szép zakó, Happy. Új. Az hát. Csak nem worst. Figyelj, Frank! Ha annyit tudsz a ruhákról, hogy neked egy sincs, akkor ne szövegelj, hanem adj Joe-nak egy sincs. Gino, várj már! Hello, Joe, hogy vagy? Minden oké, Pauline. Hát te? Ugratni akarsz? Ja, nem tudod, melyik a legjobb fejfájásra? Mi fáj a fejed, Joe? Hát, olykor-olykor. Orvosnál voltál? Igen, azt mondja, sok stressz ér. Leginkább munkahelyi stressz. Milyen üzleted van? Virágboltom. Hát, az tényleg stresszes, mint... Hey, Gino, mi a fenét művelsz? Joe, önnek agydaganata van. Elvittem a leleteit és a CT eredményét több idegsebésznek. Ez biztos. Akkor mit kell szednem? Ilyenkor a gyógyszer már nem segít. Meg kell operálnunk. Nem zakkanok meg? A daganat kényes helyen van. Na és ha nem operálnák... Ha fáj, hát hadd fájjon. Ezzel még eléldegélek. Ez nem ilyen egyszerű, uram. Nem tudjuk, hogy a daganat rossz indulatú-e, amíg nem látjuk. Mennyi időn van még? Legfeljebb 2 hónap. Hamar hazajöttél. Fájt a fejem. Válni akarok, Joe. Megtartom a házat és a bankbetét felét. És szabad leszek. Nincs az életemben se izgalom, se kaland. Kaland? Felkelsz, elmész, hazajössz, törölgetsz, főzöl. Olyan vagy, mint a főztőd. Optimális. Meguntalak, Joe. Hé, kérdezhetek tőled valamit? Na, persze. Neked kalandos az életed? Kalandos? Hogyne, persze, tiszta Indiana Jones vagyok, nem tudtad? De miféle kalandokra gondolsz? Te el szoktál utazni? Ez a melóm, utálom az utazgatást. Mi is vagy pontosan? Ügynök. Mondok neked valamit, Joe. Mindenhol nagyon szar. Vita lezárva. Kaland kell az embernek, mielőtt meghal. Meg
Kaland kell. Túl jó vagy neki, Joe. Mindig az voltál. Büdös kurva, mindig az volt. Jó, a saját lányodról beszélsz. 16 éves se volt. Fölkelek az éjszaka közepén, megyek a konyhába. A pasia, aki annyira új, hogy még moziba sem mentek el, ott répázza éppen a konyhaasztalon. Azon az asztalon, aminél az anyja és én szoktunk reggelizni. Én hozzám mindig jó volt. Hálát adtam, mikor megjelentél, Joe, frissen az óhazából. Pont érted, imádkoztam az úrhoz. Szerettünk, szeretünk. Én is szeretlek titeket. Istenem, bár érteném, miért akarsz elmenni. Azt se tudod hova, csak minél messzebbre. Tudni fogom, hova megyek, ha odaértem. Hát akkor, ha ott vagy és rájössz, hogy ott ugyanolyan, mint itt, gyere haza. Te vagy a legjobb virágportos, akit ismerek. Értesz a gyerekek és az öregek nyelvét. Ideje mennem, Lou. És jobb, ha odafigyelsz a fejedre. Fogok, Lou, és kereslek majd. Ugye tudod, miért vagy rosszul? A nyavajás lányomtól. Fejfájdító. Jesse Adams-től kaptam, az első szerelmemtől, aki térden állva nyújtotta át. Mennyit ad érte? Max 30-at. Amíg, legalább $100. $30. De csak azért, mert tetszik a tánc és az ének. Hallgasson ide, Mick. Van egy tuti tippem a harmadik futamra a lovin. Abszolút biztos befutó. George is várna némi pénzt tőlem. George a korcs. 8 lepedőt, heti 40% kamatra, és ideje fizetlem. $30 egyszerűen nem lesz elég. $100 kell. Megmondom, mi lesz. Adok $50 a gyűrűjéért. Ha megígéri, hogy felszáll egy buszra, és eltűnik, mielőtt a korcs észrevenni. 75 és megegyeztünk. Várja, tisztázzuk a dolgot. Ha $1 teszek erre a lóra, maga 30-at ad vissza nekem, ugye bár? Ha ő nyer, 30 az egyhez az esélye. Ez egészen jól hangzik. Ha bírják az idegei. Akkor most akar fogadni, vagy nem? Azt hiszem, igen. 500-ért legyen szíves. 500-at Lavernre a harmadikban. Végre egy játékos. Kösz a segítséget. 76 dögös csődörre, nyeresre. Nagy az Isten állatkert. Thank you.
emlékszik rá? Persze, hölgyem, a pénztárnál. Maga nagyot szakított. Hát, szerencse. Ne is maga. Én tudja, nyerek és vesztek, és igen, kikapcsolódásként csinálom. Mindig megnyugtat. Szóval, bemutatkozik magától, vagy meg kell kérnem? Bocsánat, Joe vagyok. Joe, hol a valósi? Dublinba, Írországba eredetileg, de az utóbbi időben inkább Bronxba, vagyis New Yorkba. Kellemes a hangja. Van rajtam kellemesebb is. És mihez kezd a pénzzel, amit nyert, Joe? Ezen még nem gondolkoztam. Tudja, könnyen jött. Örület! De csak el is ajándékozhatnám. Azt hiszem, lenne egy ötlet. Van egy tolla. Hogy ne lenne? Parancsoljon? Írhatok a hátán. Bármi, menj nyugodtan. Mi is a neve? Husi. Tessék? Ó, tudom, kicsit szokatlan. Gyerekkoromban kövér voltam, és maradt már a kilókból. Husi Mason. M-A-S-O-N. Köszönöm. Itt a toll. Ó, a toll. Szívesen. Baj van? Mi történt? Ezt miért csinálta? Szerintem így volt fel. Isten kegyelméből nyertem a pénzt rögtön elsőre. És még mindig maradt pénzem, hogy meghívjam valamire, ha gondolja. Mivel foglalkozik, Joe? Virágokkal. Virágokkal? Küldjön virágot. Ez azt jelenti, hogy többet nem találkozunk? Megjöttem, husikám. Ne husikázz itt nekem 6 hónap után. Találtam munkát. Meglepő. Tényleg, egy barátodnál dolgozom. Egyetlen barátom se ad melót neked. George szomorúan hallja majd. George a korcs. Tartozol neki. Kéri a pénzét. Ha azt mondod, nincs, nekem kell kivernem belőled. De te nem tennél ilyet tekintettel a közös múltunkra, ugye? Baby, még élvezném is. Szia. Georgie, szia. Pár perc és futbóhúcot kell a dagonyába dobni. Jó. Mi van veled, angyala? Ki akarnak csinálni? Ennyi. Ebből a szalmon ráncs ki. Mi lenne, ha szereznél egy stukkit? Istenem, csak ez kellett. Barátod? Nem, csak valami vilinyós a lóversenypályáról. Képzeld, megüti a főnyereményt, és odaadja egy apácának. Frankon ki lehet többe. Szemeim. Jobban van. Pár
drága Valdir. Csak szódát. És milyen? $5 kerül. És minden pénzt megér. Várj, Linis, hozz egyet a szokásosból, és egyet elragadó Joe-nak is. És Joe birkózik egyet a lányokkal. Én? Igen, miért ne? Tudja, véleményem szerint a férfi, aki nem hemperget mesztelenül néhány istennővel, még nem is élt igazán. Hölgyeim és uraim, a bombasztikus ütéseiről és testéről nevezetes Ashley a Bestia! Illetve illetlen partnernői New Orleansból, Monique és Scarlett! Kapok a gyerek! Igen, az utazás a lényeg, nem a célba érés. Törülközött sampont, meg ilyesmiket. Szóljon, hogyha szüksége van valamire. Később talán meghívhatnám egy italra. Ó. Inkább ne költs a pénzét. Menjen. Kérem. $27, $28 Majdnem $4,000 van benne. Tudok számolni. Mióta? Erre most mi szükség volt? Fogd föl úgy, kicsim, hogy a kamat 4000-ért sokkal kevésbé fáj, mint a kamat 8-ért. De még egyszer nem vágsz pofon, ugye? Meg fogsz halni! Mi folyik itt? Nála van a pénze! Én adtam oda neki! De! Húzz el innen! Neked kéne békén hagynod a hölgyet! Igen! Tűnő és tahó, és talán életbe maradsz! Megőrültél, Husi? Micsoda nap! Nem beszélhetnénk meg a dolgot? Hogyne! Ahogy gondolod, apu! Mindketten halottak vagytok! Megbánjátok, hogy újat húztatok velem! Barátja volt az úr? Nem. Csak egy pasas. Akivel fél évig éltem. Ideje inni? Remélem fizetél, mert nem maradt pénzem. Oké.
Valami kölcsön? Annak vehetjük. Egyetlen jó nap a lovin, és minden problémám meg lenne oldva. Jól megy magának a szerencsejáték? Egy meg egy, az kettő. És ez az ember, akinek tartozik, mivel is foglalkozik? Bookmaker és uzsorás. Lehet, hogy akkor egy meg egy, az mégse kettő. Van hol laknia? Nem igazán. Akkor jöjjön, alhat nálam is. Nagyon kedves magától. Á, de hogy legalább hazavisz valaki. Oké, tudom, mire gondolok. Ez mocsok egy környék. De kap majd egy kis hátszelet a fellendüléshez. Pár buzi költözött az utca végébe, tehát minden csak időkérdése. Ide is készül betörni a fellendülés? Bocs, szabadnapos a bejárónő. Engem a személyzet nevel. Soha nem kellett összepakolnom magam után. Akkor azt hiszem, a volt feleségemet is a személyzet nevelte. Istenem, de fáj a lábam. Ez az egyik ok, amiért abbahagytam a táncot. Aztán nem igazán áll jól egy nőnek. Egy bizonyos kor után a parádézás apró topánkában a linó közepén. Aztán modern táncot tanultam. Hogy miért? Hogy részegeket lovagoltassak a térdemen. Én mondom, az élet nagyon rohadt tud lenni. Á, de szerencsére örököltem anyám optimizmusát. Azt mondják, megvan bennem a művészi hajlam is. Á, végre. Hogy van ma este, édes? Így kényelmesen. Istenem, hízom és öregszem. Maga nem vetkőzik le, szép fiú? Ha? Na, mi lesz? Itt alhatok? Gondoltam, igen. Ezzel köszönném meg, hogy olyan megértő volt velem. Kérdezhetnék valamit öntől? Kérdezzen csak, tigrisem. Volt valami megrázó gyerekkori élménye, hogy felajánlkozik idegeneknek? Na, nem mintha nem tartanám vonzónak, sőt, nagyon is, de talán... Ha jobban megismernénk egymást, akkor... Szőrös kis kobold, ez volt az utolsó esélye, amit tőlem kapott. Kifelé! Azt mondtam, kifelé! Hát akkor jó hét! Azt mondtam, kifelé! Köszönöm a kedves! Kifelé! Mars! Mars, 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 mars! Kifelé! Jó reggelt! Sziasztok! Joe vagyok. Ti pedig, ha jól sejtem, a házasszonyának gyermekei. Hm? Nem szoktunk idegenekkel beszélni. Úgy? Akkor várnunk kell, míg hivatalosan bemutatnak egymásnak. Hm? Kész is van!
Kibe fér még egy? Elém jöhet. Ez az! Na és neked? Na? Lee nem beszél. Miért nem? Mert nem akar. Hallgatok, macsó, ugye? Valakinek meg kell lenni. Ez az, fiam, ez a veszély. Mi ez a ricsaj ilyen kora hajnalban? Na hát, felébredt végre. Reggelizünk, anya. Igen, azt látom, Vivien. Megmondaná, hogy honnan vette ezt a sok kaját? Leugrottam bevásárolni. Palacsintát csinált, banánosat és fahíjasat. Estére lesz még fasírt és csoki torta is. Estére? Hogy meri a gyerekeimet etetni? Nem ehetnek szart. Igen, tápláló szar, köszönöm szépen. De hogyha nem is lenne az, nem fogadunk el semmit idegenektől. Joe-nak hívják, anya. Tudom, hogy hívják, Vivien. Egy falatot se többet. De mindig azt mondod, hogy bűn az ételt kidobni. Egy csomó mindent mondok, és a felét meg nem gondolom komolyan. Mit eszel olyan nagyon szívecském? Finom? Tudja, gondolkoztam. Beszélnünk kellene ezekkel az ürgékkel. Pontosan milyen ürgékről beszél? Akik elvetik a tárcám. Mit mondunk? Hogy adják vissza? Hát arra befizetek. Mi a gond? Megmondom, hogy mi a gond. Az, hogy a képébe röhögnek, miközben laposra verik. Ez a gond. És hogy belerúgott Elton ragyás seggébe. Hogy én? És hogy én még mindig tartozom nekik. Elton seggébe? És lejárt a határidő. Magyarázzam el most az egész életemet? Ki fogsz békülni Eltonnal? Egyszer rám akarta törni a fürdőszoba ajtaját. Látja, mit csinált? Megijesztette. Fájdalmas témát hozott fel a reggelinél. Rengeteg narancslé van a hűtőben. Megölöm. Esküszöm, hogy megölöm. Gondolhat rólam, amit akar, de a gyerekeimet szeretem. Nem vagyok minta anya, de a gyerekeimet szeretem. De miért? Miért vonzanak mindig a pszichopaták? Tud valami címet, vagy telefonszámot? Beszélnék ezzel a korcsal. Ott az a bár a sarkon, rögtön jön. Kérem a kulcsot. Na, igazán gyönyörű. Már reggel is gyönyörű volt. Szép jó napot. George, a korcs itt van? Őt keresném. Nocsak. Elton, ugye? És a barátai. Nézd, mit hurcolt be a cica. Ütközés való is? Az úr Mr. Hallimanhez jött. Micsoda szerencse. Mr. Halliman pont rá vár. Mozgás.
Jó napot, kolléga. Maga biztosan George, a Korcs. Orhidea, szép. Megbocsásson, de ez a szoba nem jó nekik. Ha rám hallgat, beviszi a napról a fürdőbe, és megnyitja a zuhanyt. Meg fogják állálni. Szép zakó. Csak nem vörst? Bizony, bizony. A ruhákat és a virágokat is ismeri, barátom. Szóval tudja... Az igazat megvalva nem tudom. Nem tudok semmit sem magáról. Csak azt, hogy hátráltatta egy alkalmazottamat némi pénzbeszedésében egy ügyféltől. Aha. És ez nagyon-nagyon bosszant. Engem is. A pénz, amit elvitt, a $4000, az enyém. Tényleg? És mit keresett Miss Masonnél? Ellopta tőlem. Hadd találjam ki. Visszakéri? Ha már itt vagyok. Ó, a hitelkártyát is? Nem fontos, letiltottam. Jogosítványt? Hamar kapok újat. Mit mondott, mi a neve? Nem mondtam. Joe. És honnan jött? Joe. Eredetileg Dublinból. Bronxban, New Yorkban élek mostanában. Kérdezhetek én is valamit? Miért hívják magát Korcsnak? A Korcs nekem leginkább egy büdös kis kóborkutya, amelyik csirkék fejét akarja leharapni. Maga talán ezt csinálja? Ismeri maga a Barbie babát? Azt a kis babát nagy cicikkel? Igen, pontosan. A kis babát nagy cicikkel. Abból az igen kellemetlen okból lettem Korcs, hogy amikor 8 éves koromban a húgom benzinnel leöntötte a Barbimat és meggyújtotta, válaszként én az érzékeny gyermek leharaptam az orrát és lenyeltem. Imádom a húgomat. Most is. Képzelj el, hogy tudok neheztelni a maga fajtákra, akiket egy kicsit sem szeretek. Nos, miben maradunk? Megkapom a pénzem, vagy nem? Kedves fickó! A rohadt életben Mr. Halliman nem engedheti, hogy csak úgy kisétáljon. Hólyag, húzd be egyet Mr. Shucksnak. Köszönöm. Mondd, hólyag, kire hagyjuk a fogadások körüli munka nagyját? Hogy kire hagyjuk? Hát, hagyjuk a... kire? Az ír szindikátusra, hólyag. A Westside-i haverokra. És hol vannak a legtöbben ezek a bűnözők? Patkány? Bronxban, New Yorkban. Hú, Mr. Halliman! Ez a tag Bronxi volt. Úgy van. És ki lesz majd, aki segít nekünk, pénzzel és emberrel, hogy kiterjeszthessük a magunk kis boltját itt Louisville-ben? A haverok? Bingo, barátaim. Bingo. Még egy utolsó kérdés. Ki a legkeményebb emberük? Aztat mindenki tudja. Piperkőt. Ki? Piperkőz, Joe. Ő lőtte ki Mickey Chanzót és Gil Hubbit tavaly Atlantic City-ben. Élő legenda. Egy pillanat. Most azt mondja Mr. Halliman, hogy ez a pasas a Piperkőz Joe. Talán nem. Nem is tudom, Mr. Halliman. A Piperkőz Joe egy divat buzi. Drága nyakkendő, olasz öltöny. Ez a tag egy csóró. Ért a ruhákhoz. Ért a virágokhoz. Nyugodt volt, magabiztos. Mintha a világon semmit nem árthatnánk neki. Szálljon be!
be gyorsan, követnek! Ki él a korcs? Dehogy! Valaki mellettem állt, levertem az ajtaját. Jöjjön! Itt hagyott! Visszajöttem, nem? Miért mentem? Allergiás vagyok a vérontásra, érti? Jöjjön! Nem, maga jöjjön, én vezetek! Szeretném emlékeztetni, hogy a jogosítvány nélküli vezetés súlyos szabálysértésnek minősül. Visszakaptam a pénztárcám. És a pénzét is? És a pénzem is. És mégis hogyan vette rá? Megkértem. Igen, ügyesen próbáltál meg csőbe húzni, Larry. Vagyis az embered. Ugyan, Larry? Persze, a piperkőz Joe. Egy úriember, jó lesz vele együtt dolgozni. Hogy mondod? Azt hittem. Most miért engem okol? Egy szót se szóltam. Felteszem, most le fog lépni. Ha elindul ez a csatrogány, azt hiszem. Velem mi lesz? A korcs megígérte, hogy majd átütemezi a fizetést. Ezt maga elhiszi? Hát. Nézze, nem tudom, hogy tudott lazán beszambázni a pénzéért, aztán hogy jött ki egy darabban. De az biztos, hogy nekem ez nem sikerülne. Tudja, mit ront el? Nem bízik bennük. Az emberek közel sem olyan rosszak, mint hiszi. Kinyírjuk őket. Szép lassan. Oh, igen! Azzal viszem magát, és elhozom a cuccaimat. Nem igaz. Tetszettél neki? Viccesz? Tetszettem? Én megmondtam, hogy tetszettél neki. Na, hogy tetszettem. Még nem hisztem el teljesen. Maradjatok. Csak nem rohadsz már is vissza. Hello, Husi. Csak ebédért ugrott le Mr. Halliman. Hülyéskedsz, ez a nő akkor is hazudik, ha kérdez. Az a tetű elrakta a lóvét és lelépett. Ismerős, ugye, Elton? Bizony, Mr. Shucksnak igaza van. A mi Joe-nk már messze jár. Aha. Igazán kellemes nálad, Husi, de sajnos mennem kell. Uram, velem mi lesz? Nos, veled...
Mr. Shax kicsit megfenyít majd. Egy kis tűz hangulatos lenne. Mr. Halliman. Hólyag? Megcsinálom. Hoztam gyújtót. Uraim? Szóval, Husi, most szépen fogod és ideülteted a kölyköket, de gyorsan. Megállhatnánk hagylaltozni hazafelé. Drága Elton, te nem gyújtogatsz. Ennyi pénzért mégis megpróbálom. Hogy csinálod? Megégetsz a gyerekekkel? Hoppa, alapállásba! Ki kell találnom? Vécére kell mennem. Jó, menjél. Hé! Miért? Mit tehetnél? Kétszer gyújtasz fel? Menj csak, menj. Tart ennyi ideig. Vivien! Húzd már ki a beled onnan! Ne merj ilyen hangon beszélni vele. Kus legyen, vagy ide kötözlek titeket az ágyhoz, és fölgyújtom a kecót. Úgy is fölgyújtom. Vivien! Vivien! Gyere ki! Menj a hátsó lépcsőhöz. Azt mondtam, kifelé. Kurva! Anya! Hátsó lépcső! De anya! Mars! Jézusom! Kapja magát össze gyorsan! A gyerekek! A francba! Most hova megyünk? A magam részéről San Franciscóba. Jó, akkor ki tehet az út? De gazda! A kurva életben! Jó, akkor indítsa be! Elton, húzd vissza a budiba, ahova tartozol. Ez fájt. Husi, ne hergeld az alvó oroszlán! Mert baj lesz, ha felébred! Husi! Husi!
Vivian! Jó éjszakát, Lee! Lee, jó éjfinteget! Mi ez? Csak nem a Dallas! Vivian, istálóban születnél! Csukd be az ajtót! Lee, kapcsold ki a tévét, mielőtt ő kapcsol ki téged! Történt. A csönd. Nem lehet tőle elaludni. De akar jönni. Nem, kimaradok és a seggemet fagyasztom. Van cigie? Nincs. Valami innivaló? Maradt még így. Maga a buli király. Jobb is így eleget bulisztam egy egész életre, azt tuti. Nem tudok semmit magáról. Mit akar megtudni? Hát például, minek bumlisz a végig az országot egy őrült nővel és a két gyerekével? Adj daganatom van. Mindig ilyen finom módszerekkel udvarol? Akkor ez most komoly? Az ilyen tumor nem viccel. Meg fog halni? Vagy olyan hibbant lesz, aki csak pislog ki a fejéből a kötés alatt? Vissza kell mennem egy héten belül az orvoshoz. Aztán meglátjuk, mi lesz. Szörnyű ez a világ. Amikor végre egyenesbe jönnél, ha csak egy percre is, akkor csicsat és függöny. Köszönöm, hogy felkeltett. Tudja, most majd jól belém fog esni, menthetetlenül. Jól van. Larry, csak mellé fogtunk. Tunk? Én? Ugyan nem? Te fogtál mellé. Egy. Pénzt vissza nem adunk. Pláne, ha kölcsönöztük. Világos, Larry. Kuss. Kettő. Elnézve, ahogy az a fickó veled kicseszett, minimum a lábát el kellett volna törnötök, nem igaz? Eltörjük, Larry, ígérem, ha előkerül. Három, találjátok meg. Ez több, mint üzletkorcs. Személyes ügy. Larry, $4,000. A piperkőcöt nem érdekli, ha 4 cent. Pip... Ja, az igazi csót? Az egyetlent. Jól berágott. Nem szereti, ha mások őt utánozzák. Ideje lépni. Méghozzá gyorsan. Ha megvan, hívjátok. Akkor bejön és elvégzi a melót. És ha nem találjuk meg? Találd meg, korcs. Egész jó zivar. Tehetünk itt egy kitérőt? Joe. Igen? Hova ment az? Őszintén. Mondva.
Szia, Roscoli. Hello, Húsi. Épp erre jártam, és gondoltam, hogy beugrom. Meglátogatlak? Nem változtál semmit. Veled van. Be akartam hozni, de gondoltam, előbb megkérdezlek. Hallott rólam? Inkább neked kéne elmondanod. Meghaltam. Az apja halott. Megtarthatom. Megyek, Húsi. Vigyázz magadra, Roscoli. Meglátogattam Vivien apját. 12 évvel ezelőtt. Véletlenül szándékosan embert ölt. Képzelheti miért? Zenész volt, amikor megismertem. Trombitált. Tudja? Istenem, hogy játszott? És olyan édes mosolya volt. Várta, hogy egyszer nagyon nagyot szakít. Ez közös volt bennünk. Azt nem tudom, Lee apja ki lehet. Erre nem is vagyok büszke. De biztos jó ember volt, mert a fia egy olyan csodálatosan jó gyerek. Az én hibám, hogy nem beszél. Minden orvos azt mondja, hogy nincs semmi baja, amiért, hogy nem akar és kész, érti? Majd fog. Ha úgy érzi. Igen. Ha majd lesz mit mondania. Hát. Ideje indulnia. Ó. Hogy hívják? Két? Hát magát, hogy hívják? Alice. Alice Mason. Akkor jó hét, Alice. Jó hét. Jó, akkor megállunk.
a srác. Tisztára, mint egy cowboy. Joe, anya szeret téged. De igen, csak még nem tudja. Ugye vele maradsz, amíg rájött? A világ nem tart annyi ideig, Vivian. Azt hittem, csak a jót látod az emberekben. Igen. Ez a bajom, és ez a szerencsém is egyben. Te milyen világban élnél szívesen? Végső soron minden erről szól. Miért nem szedsz anyádnak egy csokor virágot? Rendben. Fény volt túl erős. Segítenétek. Köszönöm. Ennyi volt. Köszönöm. Egy pillanat. Jól vagyok, jól vagyok. Semmiség volt, semmiség. Visszafordulok? Indulás. Vigyázzon kell magadra, Csak. Olyan kevés rendes ember van a világon. Mit akar csinálni? Beszéltünk a tulajdonossal, és imádja a gyerekeket. Gondoltam, vigyázhatna rájuk, míg mi elmehetnénk, mondjuk. És hová? Hát vacsorával lenne jó kezdeni. Felöltözöm, rögtön jövök. Hát csak 20 perc. Ezt tanácsolnám magának is. Azt hittem, nem iszik. Miért ne próbálnék meg új dolgokat, ha megtehetem? Meglepem magam, eldöntöm jól. Remélem, csak a bort értékeli így. Elnézést! Maga mit eszik? Eskárgót. Csigát. Szűz, anya, Szent József, pont csiga. Természetesen mi sem adjuk ki. Milyen volt a feleséged? Szilvi? Tehát szerettem, azt hittem, örökké tart. Hát nem tartott. Nem volt boldog. Van, akinek nem kell a boldogság. Akkor se ismerné föl, ha a nyelvét öltené ki rá. Nem úgy, mint te. Köszönöm. Mit szólnál, hogyha beugranánk valahová még egy italra? Beugrom egy nagy kaszinóba, a végén meg már egy egész tisztányú szállodám lesz. Igen, hát ez a terv. Igen. Mi? Jó? Nem szabad velünk valgonál majd el. Ma akkor
Szia! Úton van Las Vegas felé. Végén népszerű. Minden mond. Azt hittem, barátkozunk. Nem is ismerlek. De azért lefekszel velem, ugye? Már a ruhádon is látszik. Szállj már! Most szórakozol velem? Szórakozol velem? Velem nem lehet szórakozni. Ezért a szarházért. Tedd le a fegyvert, Alice. Hogy mázista vagy? Szerencsétlen barom. Jól voltunk azelőtt, hogy jöttél a zöldségeiddel, a takarítással, meg a vacsoráiddal. Alice! Ne szólíts így! Azt mondd meg inkább, hogy hogyan értessem meg velük, hogy elmész. Hogy töröljem majd le az arcukról a csalódottságot, hogyha egy reggel felébrednek, és rájönnek, hogy itt hagytál minket egyedül. Önző dög vagy! Igen, az vagy! Önző! Mondd, miért nem fogod a gyerekeket, és hagysz itt engem? Ők is ezt akarják, és jobb is lesz nekik. Ezt nem gondolhatod, Kom. Honnan tudnád, hogy mit gondolok? Honnan tudnád bármit is? Ha nem jöttél volna ki, én majdnem megöltem valakit ma este. Miféle ember az, aki ilyet csinálhat? Gyere ide. Nem, inkább én megyek.
elsírom semmi magam. Semmi baj. De... Nyugodt. Igen, meglepődtem tegnap éjjel. Remélem, nem tettem tönkre. Dehogy. Nagyon jó volt. Örülök, hogy így gondolod. Miért te nem? Mondtam ilyet? Semmit sem mondtál, ez a baj. Unalmas volt. Tessék? A nejem... Mindig unalmasnak talált. Nem, hanem... Nagyon türelmes voltál. Oké, ne is beszéljünk róla többet. Vivien! Lee! Nem kellett volna pénzt adnod neki, Joe. Minden fogja veszíteni. Behívtuk az egyik levélírót. Figyeljetek ide. Tudom, hogy sajnáljátok magatokat. Anyátok még sokáig távol lesz, és titeket magatokra hagyott. De néha az embernek a gödör fenekén jön meg az esze, amikor végre megérti, hogy mi fontos és mi nem. Mi számít és mi nem. És megtanulja, milyen fontos minden egyes perce. Mit szólnátok hozzá, ha elmennénk mulatni? Láthatnánk bűvészeket, benyomhatnánk egy kurva nagy fagyi kelyhet. Csúnya szót mondtál. Na és akkor? Ez itt Las Vegas. Itt helyén valónak tűnt. Gyerünk, fegyetek kabátot, indulás! Egy, kettő, mehetünk! Itt hogy hagylak benneteket egy kicsit? Ne hülyéskedj, Joe! Soha nem hagyhatnál jó helyen. Remek, megpróbálom megkeresni anyátokat. Tök jó, mi? Keveri a kártyát. Gyere, menjünk. Nem megyek. Még jól sem érzed magad. Na, nahogy nem, veszítek. Miért nem kapjuk a gyerekeket és megyünk moziba, vagy valahova? Ide figyelj! Miért nem adok ide a pénzt, amíg negyet vennél, akkor legalább visszanyerném a pénzem. A pénzed? Az nem a te pénzed, az enyém. De nekem adtad. De nem azért, hogy az egészet az ablakon dobáld ki. Hagyj békén. Azt mondtam, hagyj békén, de azonnal! Gyere ide! Most mi jön? Egy újabb holdbiztos tipp, amit tönkretesz, ha? És aztán gondoltál rá? Érdekel? Záporozik rád az áldás!
egészséges vagy, szépek a gyerekeid, de csak arra tudsz gondolni, hogy mit nincs. Ha csak egy halvány esélyt adnál, nyerhetnék. Reménytelen játékos nem nyer. Közel vagyok. Ak! Abban reménykedsz, hogy lehúzzák itt a rolót, mert a magad fajták nyernek. Jézusom, miért fárasztom itt magam? Arra hány korsó az egész. Srácok, gyertek ide. Van egy ötletem. Nézzük meg Siegfriedet és Roy-t. Hello. Igen, baby, itt a vége. Állj fel szépen, mosolyog, mosolyog. Gyere. Nyertél már? Én mindig nyerek, Joe. Ki beszél? Szomorú vagyok. Már elfelejtetted öreg barátaidat? George, a korcs. Hogy mint? Nem jól, Joe. Egyáltalán nem. Jó, az jó. Egy barátod társaságában ülök itt. Illetve... Nem, ő nem is ül. Jelenleg egy kicsit indisponált. Ki legyen az barátom? Maga vagy Miss Mason? Engedj el! Átvállalom. A szavamat adom. Nagy örömömre szolgál, Joe. A következőképp csináljuk. Joe, hova megyünk? És hol van anya? Nem fogjuk lenni. Minden az én hibámból történt, érti?
Megteszem, amit csak akar. Mióta számítasz, hogy egy hibát kikövetett el, Húsi? Időben érkezett Joe. A pontosság is az erényei egyike. Lenyűgöző. Először ő, aztán én megyek. Mehet, Susi. Hmm. 40 perc múlva indul egy gép San Franciscóba. Foglaltam nektek helyet. Nem. Hagyd a kocsit a repülőtéren. Megtalálom. Joe, ugye megbocsátasz nekem? Jól van. Vigyázz a gyerekekre. Joe, az az éjszaka, ami akkor történt, gyönyörű volt. Nekem is. Jó. Zállj be. Figyelj. A Golden Gate hídnál találkozunk holnap után délben. Fogd! Ezt nem tiltattam le. Tessék! Joe! Menj, 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 menj! Bukítok le gyereket, adod! Megható volt, Joe. Elmondhatatlanul örülök, hogy megismerhettem. Ott megállhat. Elhozta a pénzt. Változtatott volna valamin? Nem probléma. Még beszedhetjük Miss Mason-től a közeljövőben. Ó, meg is jött. A piperkötz, Joe, ugye? Korán jött. Rossz emberrel kezdett ki, barátom. A bérgyilkosok nem tekintik az utánzást, a hízelgés egyfajtájának. Tudtam, hogy bérgyilkos vagy. Ez is munka? Mit keresel itt? Engem jöttél megölni, Hep. Téged? Most szórakozol velem? Nem, Frankon. Így jött össze. Ez a fickó? Mondjátok, ez a fickó? Tudjátok, ki ez? Úgy tűnik, hogy egy barátja. Te csökött idióta. Ez itt Lou O'Connor veje, az ex-nagyfőnöké. Jézusom, Hep, Lou papa is benne volt? A fenét volt benne, ő állt a legtetején. Lou papa? Nem kellett tudnod. Szóval, tán csak nem szívóztak veled ezek a seggfejek. Nem tudom. Maga szerint? Nem látom. El fog jönni, kicsi. Miért késik? Vivian. Kicsit várnunk kell. Te sem hiszed, hogy el fog jönni, igaz? Vivian. Vald be! Vivian. Vald be! Nem
kellett volna ott hagynunk. Maradni kellett volna. Lé, ne fuss el! Kisfiam, gyere vissza! Megjött anya. Hát, úgy látszik, megúsztad. Már csak az orvost kell túlélned. Majd jelentkezel. Ha elmegyünk valahová, majd szólunk. Jó. Ó, Vivian, gyere ide, gyere ide. Gyógyulj meg, Joe. Meggyógyulok. Viszlát, cowboy. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szia, Elise. Csináld ezt velem. Gyerünk. Szégyelhetjük magunkat. Vivian, ne kezd megint. Nem mondtam semmit. Megint ott hagytuk, mint egy döglött halat a tengerparton. Vivian! De anya, nem én voltam. Lee. Te voltál az? Te beszéltél? Igen. Anya, te a szemétpasikhoz vonzolsz, mert azt hiszed, jól mutatsz mellettük. Ki beszélt be neked ilyeneket, Lee? Gerardo Rivera. Nála voltak ilyen nők. Megkérdezte, miért nem tesz végre egy határozott lépést? Oprah Winfrey azt mondta, mi a rossz abban, ha egy férfi szeret egy nőt, és ő viszont szereti. Lee? Kathy Lee azt mondaná, hogy Joe nem szép fiú. Regis megkérdezné, az ember csak a kinézetéből kell megítélni. Lee, ezek csak show műsorok. Mi a stúdió közönsége nemet mondunk. Tudod, az embert a szeretetéből lehet csak megítélni. Ezt ki mondta? Joe. Joe? Nem szavakkal. Ő nem szeret beszélni. A tetei beszéltek helyette. Anya. Te mindig olyan jól tudtál beszélni. Legalább egyszer az életben. Vásd valóra, amit mondasz. Joe. Nem ismer meg minket, anya. Joe, eljöttünk hozzá.
hozzád, Joe? Hallasz engem? Biztosan. Beszélj, Joe. Mondd, hogy érzed magad, Joe? Joe. Beszélek. Jó, az jó. Jól vagyok. Túléltem. Én maradtam. Másti Júli, Sörös Sándor, Bolnándor, Bogdányi Titanilla, Kacsal Ádám, Janovics Sándor, Faragó András, Kristóf Tibor, Jamie Meglajos. További magyar hangok: Rudas István, Várnagy Katalin, Sótonyi Gábor, Izsóf Vilmos, Bácskai János, Albert Gábor, Velker Gábor, Bedefazekar Szabolcs, Hajdú B. István, Hulá Orsolya. Magyar szöveg Solecki Áron. Hangmérnök Kertész Csaba. Vágó Hüns Attila. Gyártásvezető Molnár Melinda. Rendezőasszisztens Horváth Bencsik. Szinkronrendező Nikodén Csikó. A szinkron a Flamex Film Kft. Megbízásából az Aktív Kommunikációs Kft. Műtermében készült. Forgalmazza a Flamex Film Kft. This crazy